orosz rakéta találat ért több célpontot is a kelet-ukrajnai Kramatorszkban, de a támadás nem szedett áldozatokat. Az innen mintegy 54 kilométerre fekvő Bahmutban ukrán források szerint katonáik visszafoglaltak az orosz csapatoktól egy kulcsfontosságú utat szombaton. Ugyanakkor ukrán katonai tisztségviselők elismerték, hogy továbbra is igen nehéz harcok zajlanak a városért. Az orosz fegyveres erők az elmúlt 24 órában több mint 155 ukrán katonát öltek meg, és megsemmisítettek egy D-30-as ágyút is Donyeck térségében, jelentette szombaton az orosz védelmi minisztérium. A hivatal közzétett néhány felvételt, amelyeken légideszant egységek kiképzése látható, miközben légvédelmi ütegeket mozgatnak.